Nem fogom ismételni magam, de tisztelettel és szeretettel köszönöm az eredményhirdetésre érkezett Gyürjei Általános Iskola diákjait és megkészítő pedagógus és az Zalacsányból érkezett diákokat a pedagógusokat. És már a mi diákjaink hallották, hogy a mai nap abból a célból került megrendezésre, hogy mint említettem, minden gyermek tehetséges valamiben, és van, aki tárgyas dolgokban, például a zalacsányi iskolások kiállítását lehet megtekinteni, a rajzformában pályáztak a mai napra, illetve láttuk, hogy fizikából, én mondhatom, hogy egy történelemszakos vagyok, de nagyon érdekes a pirul, ezt én még nem tudtam, vagy akár matematikából, de történelemből is, vagy a többi tudományban, hogy mennyire mélyedtek el diákjaink. Én nagyon köszönöm nektek, és azt hiszem, hogy ha összességében végig gondoljátok, hogy mennyi időt töltöttetek ezzel, akkor azt mondhatjátok, hogy megérte a fáradtságot, mert az a tudás, amit most megszereztetek, én azt gondolom, hogy ez sokkal maradandóbb lesz, mint amikor csak átlapozom a törékönyvet, vagy akár a matematikából a PIV-vel kapcsolatos jellemzőket. Úgyhogy én köszönöm a felkészítő kollégáknak, és köszönöm nektek is, hogy nagyon színvonalas műsor, nagyon színvonalas előadásokat hallhattunk tőletek, és már most tervezzük a következő év programját, hogy igenis, megkívánjuk rendezni a második deáknapot is, és megpróbáljuk kibővíteni, hogy még milyen új területtel ismerkedhetünk meg, hogy ti megmutatjátok, hogy milyen területeken vagytok még nagyon-nagyon tehetségesek. És akkor a mai nap legfontosabb pontja érkezik, az eredményhirdetés. Én a diákok diákoknak szeretném a következőt mondani. Tegnap értekezleten a következőt határozta el a tantestület, hogy azok a diákok, akik vállalkoztak a mai nap felkészülésére, nem csak a megérdemelt könyvjutalmat vehetik át, hanem a tavaszi szünetet meghosszabbítom nekik egy nappal. Thank you.
pályázatot írt ki, szép pályamunkát érkeztek, köszönjük a pályázaton való részvételt, emléklapot kap Hosszú Laura Ilona, 8. pályázat. Több kategóriában is részt vevő tanulók. Donka Petra, 7. osztályos tanuló. Olyan színes és szép pályamunkák érkeztek, hogy úgy döntött a zsúri, hogy mindenkit jutalmaz és nem készítettek helyezéseket. Német Dóra, 7. osztályos tanuló. Tanulónak a Sármelléki Általános Iskolából.
Köszönöm.
szépen a kollégáknak a felkészítő munkát, vagyis Varbi kollégának. Thank you.
Kálmányról is, amit a tankönyvekről nem olvastunk, tényleg élményszerű előadásban hallhattunk és ismerkedtünk nekik, hogy köszönjük Dávid Marcellnek, hogy Vézei Márton.